Idén 21. alkalommal kerül megrendezésre az Internet Fiesta a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A tavalyi rendezvényen az okos eszközök kerültek középpontba, az pedig, hogy idén mié lesz a főszerep, Polák Pétertől kérdezem. Köszöntelek szeretettel! Szia, sziasztok! Az idei évben is csatlakozunk ez az országos programhoz. Azt kell tudni, hogy ilyenkor az egész országban, a nagyobb és kisebb könyvtárakban is az interneté, az okos eszközöké a főszerep. Az idei év témája az az okos város, okos könyvtár. Hát ebbe sok minden beletartozik, de mi szinte minden aspektusát fogjuk érinteni. Lesz nekünk előadás az okos városokról, a fenntartható városokról, lesz előadás a különböző operációs rendszerekről, aztán gémerekről is tartunk előadást, és mindegyik előadást olyan aspektusból közelítjük meg, hogy nem lebeszélni és megrémíteni akarjuk a eszköz és internet használókat, hanem megmutatni a pozitív oldalát. Picit beszélgessünk arról, hogy mi is a célja ennek az országos rendezvénysorozatnak. Egyrészt a különböző generációk közelítése egymáshoz. Gondolj bele, hogy az én fiam 5 éves, és jobban tudja kezelni az eszközöket, mint az anyukám, aki már jóval idősebb, az ő nagymamája. A cél az, hogy a fiatalokat megtanítsuk arra, hogy milyen hasznos dolgokat fedezhet fel az eszközök segítségével, az időseket, meg az alapokra megtanítsuk, hogy, és nekik is megvan a motiváció, tehát ők is szeretnének kapcsolatot tartani, ők is szeretnének üzeneteket küldeni, és a középső generáció meg valahogy az arany középút, úgy látom, hogy ők már beleszülettek egy kicsit ebbe a világba, de még le is tudják rakni az eszközöket. Hát mindenkinek szólnak ezek az előadások. 6 ilyen előadás lesz most majd. 6 előadás lesz. Az első előadásunk, ugye március 19-én kezdünk 2 órakor, az első előadásunk az egyben az könyvtár új oktatótermének az átadója lesz. És ott nem Windowsos gépek, hanem Apple termékek vannak. Ezeknek a bemutatója is ott lesz. Én azt mondom, hogy ez mindenkinek izgalmas, aki még nem használt ilyen eszközöket. Én már hallottam ezt az előadást a különböző Apple termékek szinkronizációjáról, és hogy mégis mi a különbség a között, amit itt Európában használunk, és mi a különbség az amerikai használat között. Tehát ez egy nagyon izgalmas előadás lesz. Ez lesz az első előadásunk. A második napon, egyébként a honlapunkon fel is kerülnek a programok, a második napon pedig a gémerek világába csöppenünk bele. Csatári Emese a játékokról fog beszélni, de nem arról az aspektusról, amiről rengetegen beszélnek, hogy milyen káros, hogy a fiatalok sokat ülnek a számítógép előtt, hanem ennek a közösség teremtő erejéről, és hogy milyen kreativitást fejlesztenek a játékok. Nyilván itt a példákban a szülők, mert szülőket is várunk, nem csak gémereket erre az előadásra, a szülők konkrét játékokat fognak hallani, hogy mi az, amit érdemes a gyermekek számítógépére rátölteni, melyik mit fejleszt. És érdekes erre kapcsolódva, hogy a könyvtárban volt már ilyen idézők könyvtára rendezvény is, és abban is tökéletesen megmutatkozott az, hogy valóban közösségformáló hatása is tud lenni ezeknek a játékoknak. Abszolút, hát gondolj bele, hogy 50 fiatal önkéntesként hónapokig szervezi ezeket a találkozókat, amit után nagy siker van, mert be tudnak hozni 200-300 embert. És a játék hozza őket össze, és ott születnek barátságok, szerelmek, már ilyet is láttam. Tehát így ez szerintem tök jó. Úgyhogy erről a játékról is, ha már említetted ezt az idézők könyvtárát, akkor hát a szervezők közül több előadóink is van. Például Balogh Bence, aki a főszervezője, ő az utolsó napon az Internet Fiesztán fog előadni a közösségi oldalak biztonságos használatáról. Miért kérnek, milyen adatokat kérnek? Gondolok itt most nem csak a Facebookra, hanem a TikTokra, Instagramra, tehát hogyan használják a diákok úgy, hogy ezzel ne éljenek vissza, és mire figyeljen oda szülő elsősorban. És ha jól tudom, te előadóként is részt veszel majd a rendezvénysorozaton. A te témád mi lesz? Így van, több kollégámmal együtt én is előadok. Én kifejezetten 18 éven felülieknek tartom az előadást, ahol szülőket, nagyszülőket várok. A témám pedig az, hogy online gyerek, offline szülő.
hogyan tudjuk a generációkat közelebb hozni egymáshoz, és gyakorlati tippeket adok az előadásban, gondolok itt arra, hogy milyen olyan eszközhasználat van, ami mindkét generáció számára egy közös időtöltés lehet, például fotókészítés, például közös filmnézés, eszköztanulás. Én jártam egy ilyen képzésre, nem informatikai téma, ez inkább egy kicsit pszichológia. De én informatikusként fogom előadni ezt a kicsit pszichológiát, aminek az alapja az, hogy szülő, gyerek, beszéljék meg. Erről szól az előadás. Egyáltalán nem elrettentés itt se, nincs benne az előadásban a teljes tiltás, amivel így abszolút nem is értek egyet, hanem valamilyen aranyközéputat próbálunk megfejteni ezekben az előadásokban. És még két kollégám is ad elő, Márföldi István kollégám pedig az mobiltelefonok használatáról beszél az iskolákban. Sok helyen halljuk, hogy nem lehet bevinni a telefont az iskolába, de ha már be lehet vinni, akkor mutassunk már egy-két olyan alkalmazást, ami egy földrajzórát, egy matekórát, egy magyarórátnak a megértését megkönnyíti. Egy másik kollégám pedig Szakmári Lászlóné a zöldítés fenntartható városról fog előadást tartani. A technika fejlődésével hogyan tudunk egy jobb várost varázsolni, és hogyan tudunk ezáltal spórolni, és erről is fog szólni ez az előadás. Hát akkor valóban nagyon sokszínű programokat szerveztek, illetve minden témát fogtok érinteni, ami a digitális világhoz kapcsolódik. A részletekről pedig mindenképpen keressék fel az érdeklődők a honlapotokat. Így van, a honlapunk a www.mzsk.hu címen megtalálható, és ott már kint vannak a programok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm, sziasztok!